Hú, bakker. Igen, itt vagyok. De én félmeztelenül, mert nem, ezt nem lehet kibírni. Hát kint van körülbelül 40 fok. A szél nem mozog semmit. De most végül elbírtam jönni végül egy kicsit. Ezért tenni-venni a műhelybe egy kicsit. Hát kaptunk egy pár dolgot. A Media Mart-ból vannak olyan emberek, akik leadják az ilyen használt alkatrészeiket, készülékeiket. Nem, frankon nincs itt senki. De egyedül vagyok megint, érted? Na, úgyhogy mindjárt mutatom, hogy mi mindent kaptunk, jó? Hát van rengeteg alaplapunk, tehát ezzel kezdődik. Nem tudom így megmutatni, kár. Egy pár ez már régebbi, mert ugye már ki van X-elve, nem biztos, hogy jó. Ez is biztos volt már, az a Matsonék, ez még mindig nincs beépítve. Szerintem az egész felső polc itt már volt, akkor nézzük az alsót. Jó. Itt egy hatalmas új szerzemény, ezt ide kiteszem nektek a fényre. Jó. Bizony. Nem akar rá fókuszálni, ez egy szemétláda. Na mindegy, ez egy Abit TH7. Jó, tehát hogyha valaki ezt így elsőre nem vágja le. Sajnos nem látom, hogy hol van ráírva, hogy Abit. De ezt tudom, hogy a TH7 az az Abitnek a TH7-es deszkája. Processzor hűténél fogva forgatjuk, ugye? És nem a sima TH7, hanem a TH7 RAID. Ugye látjuk, nem biztos. Tehát van rajta egy RAID vezérlő, ez a narancssárga ide vezérlő. Tehát ebbe lehet dugni akár 4 darab vinyót, amit egyként kezel a rendszer. Ugye a RAID-et nem kell bemutatni. Nagyon vicces és hatalmas teljesítmény a deszka. Természetesen nagy remények elé nézünk vele. Aztán van itt egy másik, egy sokkal kisebb, azon sírta, nem tudom, melyik, itt van hátul. Ez is új szerzemény. Integrált hang, videó, nyomtatóport, összesen 4 USB, ez egyelőre nem tűnik soknak. Ez egy A8V VMS-el nevezett alaplap, mindössze 2 darab nagyon poros slottal, ugye ez DDR1-et jelent. Itt vannak a földön már a régi SD memóriák, azokat már haingáljuk kifelé, jó? Tehát nem kérünk, köszönjük szépen, tényleg nem kérünk már SD memóriás gépeket, mert hát nem tudom, itt most nincs egy óra se, de ezek a hősök, amik itt vannak, azért nem nagyon, kivéve ezt az öreget tényleg. Tehát ezek a hősök, amik itt vannak körbe, Peti bácsi, meg ott szemben a többi hősök, nem nagyon néznék ám itt igazán jó szemmel, hogyha SD memóriás gépeket raknánk össze. Az SD memóriával az a baj, hogy már tényleg frankon olyan lassú, hogy... Hát haver, szerintem Win 98, jó? Vagy Win 3.1, vagy Ubuntu 10, tehát ilyen nulla, jó? Tehát nulla. Na, aztán van egy csomó tápunk. Mi balkottál? Van új székünk, azt sem mondtam, képzeljétek. Van új székünk, új asztalunk. Nem, ám azért, mert valaki hozta, nem, ott találtuk a lépcső alatt. Igen, jól láttátok, lanvödör. Na, a lanvödörnek az a szerepe, hogy itt volt régen fönt a hálózati kártyák gyűjtősora, természetesen, hát mutatom, hogy kézzel szó, hogy kipuposodott fölülre az a sok lankártya, úgyhogy hát most ez itt mind lankártya, jó? Tehát ezért hívják ezt itt lanvödörnek. Ide lelők egy jó kis székecskére. Ez a vödör még nem kapta meg a nevét, de ami késik nem múlik, ne aggódjatok. Nem tudom, van. Figyelj. Hangfalszett. Oké. Okay. Jó, van egy teszt hangfalunk, de akkor ezeket majd valami nagyon rászorulónak majd ideadjuk. Ezt rá is kell írni, mert nem fogom tudni. Elég kicsik ezek a betűk, nem gondoljátok? Kerítünk egy tollat, majd egy kicsit vastagabbat. A korrespondilis oldalon megjelöljük. Jó, vagy ti nem ott tudtok a szavakat, akkor ráírjuk így, hogy... Kész, jó? Ez egy hangfalszett, gyere, tesszük a... Hát, hogy tessék, hangfal, táp,
kérdőjeles táptartalmak. Kérdésem biztos, hogy ez üzembiztosan működni fog. De vannak ilyen bontott tápjaink, amik ahhoz a számítógéphez lettek össze kötegelőzve, ami bontott, úgyhogy ezeket majd valószínűleg nekünk át kell megalakítani. Itt van a rögzítő, kaptunk új rögzítőt. Ez tök jó. Tehát olyan lényegtelen dolgok ezek, és mégis sok mindenben segítenek. Itt vannak a többi tápok, amik egyike másik a hát enyhén kérdőjeles stádiumban van. Ezeket természetesen majd hát le kell tesztelni. Természetesen. Jaj, ez... Látjátok? 250 watt. Haver, gyártottak ilyet, hogy 250. Szerintem én nem is emlékszem rá, hogy mikor láttam én ilyet utoljára. Mert a Voodoo 5-ön erősebb volt. Volt egy Voodoo 5-ös gépen bizony. Ebben hol a francban van a watt? 350 középen. Na, oké, 300-os. Na, tábból most egy kicsi van. Szeretném megjegyezni, nagyon szeretjük az elosztós tápokat, jó? Tehát amiben van továbbító, azok nagyon jók. Oké. Több táp nincsen, tiszta kosz a kezem. Mindegy. Egy kis méreganyag, persze, hogy valamiből pusztuljunk a férgesen. Ja, még valami. Azt a rengeteg DVD olvasót. Stop küldés, jó? Tehát nem kérünk több DVD olvasót, mert annyi van, hallod, hogy már minden alá azt tesszük, hogy ne billegjen, jó? Tehát ne! Atya Isten, menjünk, várjál! Telepítőlem ezeket. Még hátul is van mögötte, hallod, két sorba. Ezeket már mindjárt átrendezem. Mindjárt átrendezzük akkor. Na jó van. Egy kicsit átpakoltam. Itt van a monitornak a kábel, ahogy ami onnan jön fel. Lefele, bocsánat. Na, úgyhogy ennyi olvasónk van, jó? Ez itt CD író. Ez a Philipsnek az Unicomja. Nem tudom, mennyire vágjátok ezt a dolgot, mindegy. Ez egy nagyon nagy értékű CD író. Ezt én külön ilyen teszt célból hoztam ide. Tehát ez szóval csak teszt, jó? Tehát ezt kivinni tilos. Ez ilyen Unicom dolog. Na, úgyhogy kezdjünk számolni, jó? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 darab. Nem akarok hülyeséget mondani, srácok. Összesen nem fogok ennyi számítógépet kiosztani. Ez 20 darab, ne küldjetek többet, jó? Sok. Itt a méreg, ezt eldugjuk. Itt vannak még írató lemezek, meg ezt tesszük majd mindjárt máshol. Egyelőre nem tudom máshova tenni, mert leteszem ide alulra. Ja. Vagy így. És akkor van még egy pár vinyó, itt is van, ezek tesztvinyók, és vannak az én lakásomon is van még azt hiszem 5 vinyó, tehát egyelőre azzal el vagyunk látva. Van kábel, és akkor jó, jön a felső rész. Na, a felső részben az a poén, hogy ez a külön szett, ez PCI-os videokártyák. Ja. Tehát ez egyszer már hibázott, viszlát. És itt vannak még a többiek hátul. Nem akarok ilyen hülyeséget mondani, srácok, de hallod? Hát nagyon sok videokártyánk van. Nem tudom, mennyire látjátok, ez egy S3 trió. Tele memóriával. Ja. Ez még nem volt letesztelve. Ő ugyanúgy megkapja azt az egyesét. Ha működik, akkor marad, nem működik, repül, mint a barátja. Itt vannak hangok. Mennyi hang van? 1, 2, 3, 4... És itt van a szélén egy, ez már be is van tesztelve, tehát ez látjuk, hogy jó. Itt vannak milyen extra dolgok is, nem fogom tudni kivenni. Légy szíves, bízzatok bennem. Ez az eszköz, ez egy 320-as SATA Ultra, nem, SCSI Ultra. Jó? Ez a másik eszköz, ez egy belső SATA. Megpróbálom mutatni, jó? Ott van a kiállás róla, látjuk, az a fekete bumszli. Tehát ez egy belső SATA. Ez hang, ez belső külső SATA, nem? Nem, ez csak külső SATA, tehát ennek itt nincsen púpja, hogy be lehessen kötni. És akkor a videokártyák. Bakker. Na, mindjárt összeszedem a videokártyákat, jó? Na, de bunkózzá. Tessék szépen állni, mint a többiek. Nem egy szomblaster, az legalább szót fogad. Viszont cserébe működik. No, mindjárt összeszedjük a videokártyákat, és akkor kiterítjük kártyáinkat. Jó van, szóval kipakoltuk a videokártyákat. De előtte megpróbálom elmagyarázni, hogy ez akkor minek kell. De itt van 6 darab, vagy 5-6 darab ilyen régebbi készülék, ezek ilyen S3 triók, illetve vintage
jellegű készülékek, tehát a PCI-os sín az egyetlen, ami megoldható, akkor ezekkel még talán esetleg egy kis kép megjeleníthető. Természetesen a felső felbontásuk ilyen 800-600 körül emulgiálódik, ezért természetesen ezekből már nem kérünk többet, nem, ezzel az 5-tel, 6-tal, hát nagyon nem is akarunk dolgozni, mert mondjuk ilyen vésztartalék, jó? Na, amit éppen itt láttok, az fejlettebb sínhálózatú videokártyák, tehát monitorvezérlő eszközök, és többféle van belőlük, természetesen a hátsó kivágásúak, az úgynevezett gyorsabbak, a kettő kivágásúak, azok a lassabbak. Ez mit jelent? Ó, baromi egyszerű. Itt van rajta, melyik a példát mondjuk, ezt. Remélem látjátok, itt alul van ilyen sárga sín, ezt hívják úgy, hogy LGP, mint Accelerated Graphics Port, kicsit el van hajolva, tehát érdekel, ez a repülőtéri döglött kutyát nem érdekli. Úgyhogy itt van benne kettő kivágás. Vágesz? Na, az első kivágás, amin csak első kivágás van, azok a nagyon lassú LGP-s videokártyák. A hátsó kivágások azok az eléggé gyorsnak mondható videokártyák, és amin a kettő van, az ugye tudná esetleg mind a kettő, de természetesen az én mesterem tanítása szerint, amin nincsen ventilátor, és gyárilag így szerelik össze, hát az talán nagyon a holdra szálló rakéta teljesítményt, nagyon durva nem kéne elvárni. Itt van egy ilyen hátsó kivágásunk, de egy ilyen furcsa kértőjel van rajta, úgyhogy valószínűleg ez már egyszer megbukott a teszten. Abban az esetben, hogyha másodszor kérdőjel kerül rá, akkor repül. Jó? Itt vannak olyan eszközeink, amin nincsen heat shield, mondjuk, tehát hűtés, és nagyon nagy sajnálattal veszem, ugyanis a gyártó eleve, itt ugye látjuk, felkészítette az alaplapot a ventilátor áramának kitermelésére. Hát itt aztán van ám a GeForce 990 titániumnak megfelelő valami LGP-s fos, hat is fos is van, van falkonos fos, ez sajnos nem tudom milyen gyártó, csak egy falkonos, de nagyon-nagyon-nagyon hős amerikai emberkék szeretik a falkonos dolgot főrakni, mert az ilyen vicces. Hát egy első ránézésre GEF 2 MX. Hogy eltaláltam, GEF 2 MX 400. Igen, hát amiket kapunk. És hogy őszinte legyek, ha én csak GEF 2 MX-eket kapnék is, boldog lennék, mert olyan gépekbe szerelhetem, amik ingyen vannak. Na, ennyi videókártyánk van. Ez nem tudom milyen videókártya, ez frankon nem tudom milyen. Ha esetleg ti felismeritek, akkor szóljatok, jó? Megpróbálok egy serial numbert, vagy valamit itt kizumolni nektek, de... Na, hát a kamerám már van annyi karc, hogy így is örülök, hogy működik. Na, ez az. Úgyhogy, na, ezt látjuk. Hátul nincsen írás. Így, és akkor még ezt itt meg tudjátok esetleg nézni. Persze feje lefelé, mindegy. Majd megfordítjátok a monitort, ha lehetjátok olvasni, és akkor itt a általános fehér tesztet fog kompilálni, ilyen baromságok. Na, tekinted, azért van itt rajta egy nagyon vicces, ilyen pluszos, bocsánat, egy mínuszos DVI, tehát ez csak olyan helyekre lehet vinni, ahol DVI-os monitor lesz. Hát, ezekben a monitor fajtákban nagyon nem szokott DVI-os lenni. Mindegy. Szóval az a lényeg, hogy videokártyával tök jól vagyunk látva. Ezek az LGP-sek, ugye mondtam az előbb. Egy kivágásos, két kivágás, tudod? Na, itt följebb vannak a durvábbnak mondható. Mitől durva? Hát, senki sem tudja elolvasni. Kb. Azért, jó? Tehát, nem tudjuk. Koft. Koft. Nem tudjuk, mit jelent. Ismerős logó a sarkán. Made in China. 8600 GT, hogyha jól látom. Igen. És szó, ízés, expresses, mit látjuk. Tehát két sín természetesen radikálisan. Ja. Aztán van nekünk egy ilyen nagyon jó pofa, kék színű Asusunk. Au, a kicsit égeti a kezem, mindegy. Aki már látta egy pár videómat, azt tudja, hogy miért. Ugyanúgy nincsen rajta hűtő, rengeteg luk van rajta, hogy fölfogassunk rá valamilyen fajtát.
8500 GT. Hogy itt mennyi 8500 GT van? Ez 8600 GT. Mi a különbség a 8500 GT meg a 8600 GT között? Tehát ezt ilyen nagyon nem tudom. És akkor itt is van egy Nvidia, persze. Gyönyörű, szép ilyen megtámadó sárkánnyal. Point of view, gyönyörű. De still nem tudjuk, hogy milyen készüléket tartok épp a közemben. Hát nem tudjuk. Itt vannak ilyen számok, esetleg ez valamire célra vezethet, nem biztos. Na mindegy, az a lényeg, hogy ha működik, akkor működik, ha nem, akkor nem. Szerencsére mi nekünk ott hátul, itt van nekünk jóval izmos alaplapunk. Sajnos van benne integrált videokártya, de van benne slot. Hosszú PCI Express slot. Ami azért lesz jó majd a később, akkor ráléptem, azért lesz jó majd a később, mert akkor ki lehet majd tesztelni, tehát meg lehet próbálni, hogy melyik videokártya jó és melyik nem jó. Erre valahogy hűtőt kell eszkábálni. Na, akkor megyünk tovább, jó? Mi van még? Proci. Na jó, van. A következő az a kis dobozó, lapos doboz a Proci, mint... én nem tudod, mit jelent? Akkor miért nézed ezt a sorozatot? Fuck you. Na, ez a központi agya a számítógépnek. És az azt jelenti, hogyha ez gyors, akkor a számítógéped nagy eséllyel lehet esetleg gyors is. Nem ilyen szépen mondtam, ilyen reklámszerűen, nem? Van benne, mondjuk ez azért volt, hogy fejjel lefelé lehessen látni, melyik tokozás. És hát legény legyen a talpán, aki ebből felismeri, jó? Tehát, na, tisztelt uraim, akkor melyik a 478-as, melyik a 939-es, melyik a Core 2, melyik a 478, tehát bökjetek rá, jó? Melyik, jó? Természetesen kurvára nem fogom elmondani nektek, ez AMD, méghozzá dögnehéz, Atlo 64-es, 3500-as lassú Trabant, ez például ugyanúgy AMD Athlon, nem, Sempron. Megpróbálom így nézni, jó? Mert így valamivel könnyebb, mint a 2800-as. Ez még trabantabb. Elnézést. Itt vannak 478-asok, itt ezt onnan ismerjük meg, hogy ugye tudjuk, hogy a felsőse kettő hiányzik, egyik, és na haver. Ebből egyelőre nem fog javasni semmit. Na mindegy, szóval a processzorok ezek mind jók. Mindegyik ki van próbálva, ugyanis egyetlen egyszer nem indul a proci, az azonnal repül. Ezek itt mind jók. Jó, ez ennyi procink van, ez tök jó. De meg hozzátenném azt is, hogy a procis doboz az így nagyon szép és jó, csak nincs hova betenni ezeket a procikat. Ugye világos? Ugyanis minden egyes alaplapban benne van az elméletileg leggyorsabb processzor. Itt van egy nagyon-nagyon régi készülék. Ezt honnan tudjuk, hogy régi? Hát kedves harcos társaim, itt látjuk egy DDR1, és itt látjuk egy SD. Tehát ami tudja az SD-t visszafelé, az már olyan régi, hogy szerintem hát maximum teszteni. Tele van pipálva, tehát mindegyik készülék működik rajta, a hangkártya, a kimenet, bemenet, jobbra menet, balra menet. De ezeket már annyira nem jó. Aztán itt van nekünk meg fülzsírunk. Azt még ide kell tenni a rögzi mellé. Ott van rögzítős, lambödör. Na, aztán van a kábel problémáink például. Nevezetesen az, hogy ezt hívják tápkábelnek. Ez az, ami belemegy a tápba. Most sajnos nem tudom megmutatni, mert valamelyik hülye így rakta ide. Látod? Táp. Na most ezt a tápkábelt, mint olyan, jó lenne, hogyha tudnátok szerezni nekem. Az király lenne. Így néz ki, ez nem valami bonyolult. Nagyjából 150 vagy 200 forint a bontóban, csak kurva messze van a bontó. És... itt is van egy kis... ilyet családtatok, mi fogadjunk. Billentyűzetport, egérport és egy komegyport. Ezen. Ilyet családtatok, mi... hát ezt a vödröt így kiborítanám, akkor látnátok azt hiszem olyan csodát, hogy... vagy csak nem. Természetesen ez a sok alaplap, ami itt van, itt ez nem, nincs vége. Ott a falnál, ott is van egy csomó számítógép. Ja. Ezt elveszük ezt a vödröt, mert zöld színű és nem vödör. Tehát, ott is látjuk, ott van benne az alaplap, proci. Hát még hiányzik belőle egy kis memória,
de ha jól látom, akkor integrált videokártyás, úgyhogy nem kell bele a videokártya. Ott alul is benne van minden, itt is benne van minden. Nem tudom, mennyire látjátok benne. Most a sötétben itt látok valamit? Jó van, mert én nem. Itt is benne van minden. Meg természetesen ezek a rácsos köcsögök, fú, ezeket utálom nagyon. Ezek így néznek ki elől, jó? Tehát van benne videokártya, hangkártya, LAN, bemenet kívül, kész, de nem kell tenni semmit, ez így van kész, hogy van. Természetesen vinyó problémája van, tehát nincsen benne egyelőre vinyó. És... koszos már kezem. Mondjuk maradjunk annyiba, hogy a teljesítménye, hát... mondjuk, kíván még egy kicsit, tehát... hagyd ki is kívánni valót maga mögött, igen. Ezt valahogy így szokták mondani régen. Természetesen ott is van még két számítógép, azok is nagyjából kész van. Ez egy üres ház. Viszont... kicsit gondosabban megnézitek, amit mindjárt áthúzom én nektek. Ott van már az alaplabla. Na, ezt mindjárt ki is veszem nektek, jó? Vannak dolgok, amiket számítógép szerelő kollégáim utálnak, és vannak olyan dolgok, amiket még én is. Most lehet, hogy nem hiszitek, de a frankon szar. Valami. Tehát... megpróbálom elmagyarázni, pedig már érzem, hogy nem fog jönni. Fölrakom ide, jó? Na. Ez egy MSI ház, nem biztos. Úgy szét van szedve már minden darabja szanaszélva. Na úgy néz ki, mint a másik, jó? Csak Dell, bocsánat, ezt akartam mondani, egy Dell. Egyébként ritkán a gyökér vagyok, mert itt van egy Dell, jó? Többféle hiba is van ezzel a szettel. Először is az a baj, hogy ezt az alaplapot csak ebbe a házba lehet betenni. És ebben a házzal nem lehet fejlődni. Tehát se előre, se hátra, se jobbra, se balra. Úgyhogy általában úgy szoktunk dönteni, hogy viszlát. Tehát ezt úgy, ahogy van, így kuka, jó? És a későbbiek folyamán a processzor valamelyik nagyobb készülékbe fog megkerülni, mert a haver erre hűtőt eszkábálni, hát nem tudom. Esetleg olyan kollégáknak, akiknek hirtelen több anyja született, mint kettő, és akkor azokat ők nagyon szeretik, igen, és nagyon jól van, de ez így nálam ennyi kb. Jó? Tehát nagyon szép az a gépház, hogy oldalra kell kinyitni, csak kurvára praktikus, nem lehet szerelni, és ezzel még gondolkozunk egy kicsit, jó? Ezt visszazárjuk, ezt a Pandora szelencéjét, ezt mindjárt visszadobom oda a földre. És mi van még ebbe azt hiszem még izé van, előlap. Az előlapokat olyan nagyon nem szoktam használni, mert csökkenti a hűtést. Apropó hűtés. De nekünk most van egy ilyen nagy formátumú nagy ládánk, és akkor abban van az összes olyan hűtő, ami a számítógép központi részeit hűti, hát majdnem színig van, hűtéssel nincsen gondunk. Mi az, amit még akartam mutatni? Ugye itt vannak a hangkártyák, pont tükröződik ez a rohadék, karcos láncsén meg világít, nagyon jó. Ott vannak hátul a videokártyák, csavarok, hát a csavarokból rengeteg van, abból nem kell küldeni. Hangkártyából van bőven elég, és majdnem mindegyik alaplap tudja az integrált hangkártyát. Vinyók vannak, TV-dióvasóra egy szót nem akarok szólni. Még van hangfal, táp is van, a tápokat még ki kéne próbálni, rengeteg alaplapunk van. Ha igazán kéne, ismételten, ugye itt vannak a memóriák. Ezt még nem mutattam, ugye? Nem bizony. Ez egy halálos rész, jó? Csak úgy mondom. Mindjárt mutatom, hogy miért, jó? Na, itt vannak az SD RAM-ok. Itt vannak a... who the fuck is that? Senki nem tudja, miféle memóriák. Az SD RAM-okból mindent kidobáltunk, csak és kizárólag az 512-es maradt meg. Érdekes, egyből már csak egy és kettő pár maradt. Ugye ezek párok, de világos. A harmadik 512-es dupla. Itt van. Remélem látjátok. Tehát ez mind a kettő
512 SD RAM. Na, ami azonban nekünk a legszűrűbben szokott kelleni, mindenféle szájpítésszel együtt, az bizony a DDR1. Tehát ezért csináltuk külön csak DDR1 memória nevezetű dobozt. Na, a doboz tartalma a következő. 512, 1G, és hát elég sok 256, ami a későbbiek folyamán természetesen majd a kukába fog vengezzálni. Ez elég masszatos. Lehet, hogy ráment egy kis fűzsír. Hát ez elképzelhető. De egy attól az még ugyanúgy DDR1. Ritka idióta színe van. Légy szíves, bocsássatok meg neki. Jó? Ez egy DDR 405 feles. Jó? Igen, valaki a kocsmába jár felest inni, valaki meg a felessel dolgozik. Na, úgyhogy 512, 256 és rokon lelkek. Jó? Itt látjuk, hogy ez például egy feles. Ez egy 256-os. Ez is 256-os. Tehát szépen így össze van pakolva, ez mind DDR1. Elméletileg mindegyik teljes mértékben hibálódik. A probléma ismételten nem az alkatrész hiány. Mert ezt már múltkor is kérdeztétek, hogy mi a probléma. Drága barátaim, azért vagytok drágák, mert megfizethetetlenek vagytok. Sosem látlak benneteket, olyan vagytok, mint a jóléti gazdaság. Na szóval, beszéljünk egy kicsit őszintébben. Na szóval. Hiányzik a műhelybe egy-két dolog. Természetesen már látjátok, hogy relatív, ez egy tiszta rongyi egyébként. Tehát relatív jól állunk. Van egy csomó alkatrész, van egy csomó alaplap, tele vagyunk procival, mennyi memória, aha. Igen. Ja. És ti frankón vagytok olyan hülyék. Tényleg azt hittétek, hogy ez kell az ingyen számítógép osztáshoz? Az ingyen számítógép? El tudok én képzelni mindenféle jelzőt erre, hát jót aztán nagyon nem. Például rosszat. Jó? Értsétek meg. Nem ez kell hozzá. Nem. Az, hogy valakinek, például itt nekünk most, azért nem mondom, hogy csak nekem, mert az én Zsóti barátom, aki rendelkezésemre bocsájtotta ezt a műhelyt, ezzel segítve, hát egy hatalmasat, ezt nem tudom más szóval fémjelezni. Ez az, ami kéne. Azoktól az emberkéktől, akik... Jó, nem hülyeskedik. Szóval azoktól az emberkéktől, akik általában idejönnek és segítenek, a könnyebb utat válasszák. Így is tényleg minden megbecsülésem, meg stb. Az mind az övéké, meghajlás, respekt, stb. Elértünk ahhoz a ponthoz már az előzőt megelőző részben, hogy haver, ez így már sok. Meg hogy mindig nem tudom fölvenni tiszta víz a pólum. Majd én megszárad a melegbe. Szóval nem ez kell. Nem ez kell. Nem az kell az ingyen számítógép osztáshoz, hogy én nekem legyen ingyen számítógépem. Ez a legkevesebb, ez a legkönnyebb dolog, hogy összeállítani számítógépeket, felrakni rá a Linuxot, az úgyis magától megy, nem kell drivert keresni, egyszerűen csak megy. A gond nem ez. A gond az, hogy haver, ezt egyedül nem lehet csinálni, úgyhogy nekem a hátam mögött még ott a család, a feleség, a gyerek, a... Ilyen lényegtelen dolgok, mint például a Venus projekt, meg hát az emberek felébresztésének a... mondjuk ilyen diszkréten nehézségei, jó? Mert nagyon régi hős szerint, mondjuk nem akarom a nevét mondani, itt van kín a falon. Tényleg. Na, ő mondta azt, hogy van háromféle ember. Igen, fej, tor, patrok. Nem. De van háromféle ember a megmozdíthatatlan. Tudod, ez az a fajta ember, aki egyfolytában ragaszkodik a szegénységéhez. Ez egy ilyen bebetonozott ember. A saját körülményeibe van bebetonozva, jó? A második ember az valamivel jobb, az mozdítható. Tehát oda mész és elkezdi rángatni, hogy gyere már ki, legyél gazdagabb, szabadabb, stb. Mindegy, erről is van videó.
És akkor van a harmadik féle ember, az általában az egyetlen százalék, aki már eleve izeg mozog és próbálja megtalálni azokat a dolgokat, amiket neki el kell érni. Hogy a világos. Na, ehhez az 1%-hoz kéne szólnom, aki már így izeg mozog, kéne egy kis segítség bizony. Már most itt van mögöttem rengeteg gép. Rengeteg. Talán 10 gépet össze lehetne rakni. Nem fullosan, mert ugye egy-két dolog hiányzik, például a tápkábel, meg ezért. Ilyen apróságok, nem ez a lényeg. Hanem kéne egy ember, aki kimegy és megnézi, hogy a család valóban rászorul-e, csinál, mit tudom én, egy-két fényképet. De egy meglepetésszerű támadásról van szó, tehát nem arról van szó, hogy előre bejelentett időpontból oda megyek, stb. Nem. Ebben már fürödtem be, és ez nem volt jó érzés. Aztán kéne egy olyan ember is, akire rá lehet bízni például egy telepítést. De hülye hangzik, mi? Rábízni egy telepítést. Nem érted, amit mondok, mi látom a fejeden. Átláttuk a YouTube-on. Szóval látom a fejeden, fogalmad nincs, amiről beszélek. Rábízni valakire a telepítést. Na. Hazamegy a tag. Mert furcsa szó, nem? Pasi, csávó, srác. Na. Ürge. Milyen szavakat mondjak még? Így érted? Hát csajra csak nem. Nem fognak csajok jelentkezni. Remélem. Nem láttam még rendszergazda csajt. Na mindegy, szóval. Akkor mondjuk úgy, hogy ember, jó? Mert akkor megadjuk az esélyt a gyengébbik nemnek, ugye? Na. Hazaviszi a srác a vinyókat, mondjuk így 30-ot, és egyesével... Jó hangja volt, mi? Imádom. Ide, port. Tehát, tudod, ide, vágod? Ide. Vinyókat, hazavisz vagy 50-et. Jó, lehet, hogy nem annyit, csak 10-et, mindegy. És mindegyikre fölrakja, mit tudom én, mondjuk a XFC-et, vagy a Cinnamont. Jó, a 32-eset. És amikor ezzel kész van, akkor jó, telerakja videóval, képekkel, játékkal, és akkor kész van, akkor becsomagolja, hogy haver, ez kész van. Az én dolgom annyi lenne, hogy az ő általa hozott videót bedug, összerak, kész, megy ki. Ilyen ember sincs. Meg olyan ember sincs, akit az előbb mondtam, ez a kimegy a lakáshoz és megnézi, hogy egyáltalán rászorulók-e azok, akik hívtak. Na ilyen ember sincs, ez már két ember, aki hiányzik vágon. A harmadik ember az itt ül, itt, segít nekem összerakni a gépeket, mert az is meló ám, pláne egy ilyen delles fost. Ajajaj, az se egy kis minket, gyenge, tiszta kósz lesz a kezed. Úgy nézel ki, mint aki bringát szerelt, vágod. Mit csináltál, mint hegeszteni? Nem, számítógépet szereltem. És mennyit keresel vele? Ezt ingyen csináljuk. Van azért itt még nehézség, persze. Jó, akkor mondok még egyet, jó? Tehát eddig van két ember, aki kéne segíteni. Természetesen ez nem lehet ugyanaz az ember, mert hogy mind a kettőt tudja csinálni, az a nagy számok törvény alapján lehetetlen. Akkor kéne egy harmadik számú ember is, a harmadik. Például egy operatőr. Egy ember, akivel esetleg így lehetne beszélgetni, hogy te látod ezt, ami itt folyik? Látom. És nem lenne ilyen kurva unalmas a videó, hogy... Vágod, semmi nem történik, csak itt ülök és dumálok egyedül egy telefonnak. Vágod. Úgyhogy van azért még mit kérnem tőletek, és ez már nem alkatrész. Jó, hogy tápkábel elférne egy pár, de most láttad az egész videóban, hogy haver, majdnem fullon vagyunk mindenne. Majdnem. Monitorból kettőt látsz itt mögöttem, hát annak az az oka, hogy csak kettő van. És az egyik az teszt monitor, tehát a másik az... Hát a Zsolti barátom eltörte. Bocs. Az egy LCD monitor volt, egy ilyen kicsi 14-es. Maximális felbontás 1024x768-ban azt mondta, hogy hello, az már neki bőven elég. De bőven elég tett tesztelni. Tiszta jó. Tudta a DVI-t, végélt. Mi kell még? Hát puffer el van törve. Első ütemben nem alkatrészke. Hanem azt kéne, hogy értsétek, amit mondok, vágod. Hány videó van itt mögöttem, ami pont erről szól, hogy gyertek már segíteni, mert egyedül az nem fog menni. Ma is volt például két hívóm, aki fölhívott, hogy jaj, vigyem már le vidéki ország, vidéki városokba, hogy ott akkor ők, nekik kéne ez a gép. Aha, vidékre. Aha. Ezt mondd már meg, hogy melyik az a taxitársaság, aki engem ingyen kivisz. Van olyan egyáltalán? Hát nincs.
Hát lehet, hogy nincs. Aztán lehet, hogy van. Például van egy olyan emberke, aki segít nekem mindenféle ilyen alkatrészek áthordásakor. Nevezzük, tudom én, mondjuk Zolinak, mindegy. Tehát ez a Zoli nevezetű emberke, ez ott segít, ahol tud. Ez egy ilyen embert vág. Tehát van egy ilyen emberek képzete. És abban az esetben, amikor át kellene vinni egy kicsit nagyobb mennyiségű alkatrészt Újpestről, esetleg a 16 kerbit, jó messzire Őrsvezértere mögül, egészen le akár Csepelig, illetve az én lakásom, meg az Üllői útig, és akkor mondja, hogy oké, megyek. Tehát ilyen elmerodjant emberek vannak, akik azért néha igyekeznek segíteni. És ez még mindig nem minden. Kicsit tovább megyek, hát ez pont semmi. Vágod, ez így pont semmi. Szóval az én dolgom az lenne most így per pillanat, hogy egy teljesen összeállított, komplett gépet hazavigyek a saját lakásomra, mert ott most van egy gép, még egy, de hát az nem komplett gép. Vinnem kell haza kettő videókártyát, egy csomó tápot, és aztán majd hétfőn elméletileg, miután megjártam a Blaluiza teret és a szuperkomputer bontót, onnan elhozva egy monitort, akkor majd kettő komplett számítógépet tudok majd kiosztani. Ez lenne most a dolgom, csak így megálltam egy kicsit leltározni, mert már nem nagyon tudtam, hogy hol tartok. És most, hogy így vége a leltárnak, ugyanúgy nem tudom. Megold, mert az, hogy fölvállalsz egy ilyen mozgalmat, hogy Vénusz projekt, hát az eleve nem egy kis dolog. Megold? De most se tudod, miről beszélek, hagyjuk meg. Lapozó. Újra távol. Szóval fölvállalsz egy olyan projektet, hogy ingyen számítógép osztás, és eltelik sok év. Vagy hat. 6 éven, nem tudom, most csak így egy számot mondok. Ez mint be van szorulva minden szar. Beválasz egy ilyen projektet, hogy ingyen számítógépek osztás, és csinálod. Először vidéken, Pesten, kicsit Pesten, kicsit vidéken, aztán leköltözöm vidékre, és akkor ott már aztán csak ott, mert onnan nem lehet feljönni Pestre, mert nagyon sokba kerül. És oda vidékre viszik le neked az alkatrészt, vannak ilyen hülyék, képzeld el. Ők csinálod ezt a műhelyet, utána már kicsit jobban állsz anyagilag, akkor felköltözöl Pestre, veszel egy lakást félig, persze a fele még a banké. Aztán csinálod tovább. És rájössz, hogy haver, még mindig egyedül csinálod. Nincs egy társad, aki segítene. Vannak ilyen beugró emberek, mint például az előbb, hogy hívták. Valami, ja igen, Zolinak neveztük el, igen. Tehát ez a beugró Zoltán, ez is mindig jön, és ahol lehet esetleg segít az ő kis buszával, vagy kis autójával, vagy mit tudom én, mindig más autóval jön. Ez most ilyen furcsa nekem, mindegy. Tehát ő igyekszik és segít. Az én Zsolti barátom, aki megadta ezt a helységet, ahol itt mindig beverem a csőbe a fejem, ebbe. Ez is egy hatalmas segítség, hogy legalább nem a gyerek meg a feleség mellett kell egy kétszobás panelba ezt a rengeteg cuccot is felhalmozni. És így ennyi. Tehát nagyjából 1000 évente jön egy-egy ilyen felajánlása az én Tibor barátomtól, aki a Media Mart-nak a szemetesébe talál például egy 478-ast, esetleg egy kis Celeront, vagy valami hasonló, és akkor ezt begyűjti egy szatyorba, elhozza nekem, és akkor jó, nézd már, mennyi mindent találtam, nagyon kedves vagy Tibi, de azért a számítógépek kiosztás az nem ebből áll. Ugye már párszor elmondtam. Na, úgyhogy ennyit akartam mondani. Itt van még két meglepetésem, mint panel. Tudod, panel, akkor mutatja a panel. Ilyen eszköz. Látjuk az alját, ugye? PCI-os csatlakozó. Látjuk az elejét. Antenna. De király, nem? Ez egy TV kártya. Ez azt jelenti, hogy beteszed a gépbe, bedugod az antennát, és jön a TV. Tiszta király, nem? Sose tudtam még kipróbálni, mert nem voltam olyan helyzetben, hogy ide egy antennát tudjak dugni. Valahogy nem. És akkor már itt tartunk, akkor ennek van egy nagyobb testvére is. Pinnacle, PC Studio, mindenféle. Mindenféle ilyen vágási képességekkel, tehát ő föl is veszi azt a videót, ugye, ami a
antennán érkezik, és akkor lehet bele S-videót dugni, van kimenet, bemenet, előre, hátra és jobbra-balra tud indexelni annak megfelelően, hogy merre vált a sávok. És én sosem használtam ezeket a dolgokat, mert hát tévét az az nézze, aki szereti, hogyha... Nem az ő ízlésének megfelelően szórakoztatják. Na, ehhez mit szólsz ez a mondathoz? Na, úgyhogy itt most dobtam egy kis rendet ebbe a műhelybe, úgyhogy nagyjából lehet már látni, hogy haver, van mindenünk. Van mindenünk, hogy őszinte legyek. Egy pár ilyen, meg pár olyan azért jól jönne, de tudod, mintha most nem hoznátok semmit, akkor is tök jóba lennénk. Csak jelenjen már meg itt az ajtóba hirtelen felindulásból, vagy öt ember, aki jön és segít. Nem kell több, elég öt ember. És mindenkinek meg lesz a saját feladata, hogy mit tud segíteni ebbe az ingyenes számítógépes osztós buliba. És mondjuk annyi előnye is lesz ennek a dolognak, hogy nem csak az én hangomat lehet majd hallani, hanem az övét is. És végre nem egyedül lennék a videóban. Mondjuk ez egy jó dolog lenne, nem? Szerintem jó lenne. Na, egy kicsit összeszedem magam. És... hazaviszem azt, amire otthon szükség van, ugye a másik gépnek az elindításához, például a tápkábel, meg hasonló dolgok. A videókártyából is úgy kéne kiválasztanom, hogy videókártyát képzeld, ne? Hogy az hibátlan. Úgyhogy gyorsan összerakok itt egy tesztet, és akkor majd meglátjuk, hogy merre fúj a szél. Aztán majd jelentkezünk. Várj, beállok ide, hogy jobb legyen a háttérben.